A csapadékos időjárás következményeként áradnak folyóink. Vízszint emelkedés jellemzi a Tiszát, az Agyvát, a Körösöket és a Hortobágy Berettyót egyaránt. A felső Tiszán újabb árhullám indult el, ami a jelenlegi számítások alapján 700 cm-t elérő, illetve azt meghaladó tetőző vízállásokat idéz elő a Közép-Tisza vidékén. Kismértékben nőtt a belvízi elöntés a kötivízig működési területén, megközelítve a 9000 hektárt. A csapadékos időjárás, illetve a felmelegedés következtében a Tiszán és a mellékfolyóin árhullámok indultak el. Januárban a Tisza vízgyűjtőjére leesett csapadék mennyisége csak a Zagyva-Tarna rendszerben nem érte el a sok éves januári átlagot, az összes többi vízgyűjtőn meghaladta azt. Februárban tovább folytatódott a csapadékos időjárás a felső vízgyűjtő területeken. A mi szakaszunkon Kisköre és Fegyvernek között jelenleg elsőfokú árvízvédelmi készültség van. Ennek az az oka, hogy február hónapban az átlagosnál jóval nagyobb csapadék esett le. Jellemző, hogy az első 9 nap alatt leesett a februári átlag csapadék. Ez a felső vízgyűjtőt jelenti a Tiszán, a Bodrogon és a Szamoskrasznán. Ebből alakult ki egy árhullám, ami tetőzött Vásárosnaménynál, abból itt is vízszintemelkedés jött létre, de ráfutott egy következő árhullám is, ami a tartós csapadékból adódik, és ezek összegeződnek, és most újra áradó a Közép-Tiszán is a vízállás. Hát jelenleg a kiskörei vízlépcsőnél meg kellett szüntetni a duzzasztást. Ugye olyan vízszint alakult ki, ahol már a duzzasztás tovább nem tartható fent, úgyhogy hétfői nappal a duzzasztás megszüntetésre került, ezzel párhuzamosan elsőfokú készültség lett elrendelve. A készültség jelenleg nem igényel komolyabb védekezési munkálatokat, figyelőszolgálatot tartunk a töltésen, illetve ha ez tovább emelkedik, és elérjük a 700 cm-es vízállás Kiskörénél, akkor ott a másodfokú készültség is elrendelésre került. Itt Szolnoknál még jelenleg nincs készültségi fokozat, de az áradó vízállás miatt hétvégére várható, hogy itt a Tisza-Csongrád-Szolnok közötti szakaszán is elrendelésre kerül az elsőfokú készültség. Feltorlódott már az előző kisebb árhullámoknál is az úszadék a kiskörei vízlépcsőnél. Ez az úszadék most ugye tovább halad, mivel felnyitásra kerültek a táblák, ezért tapasztalható a Tiszán ezeknek az úszadékoknak a megjelenése. Felállítottunk egy figyelőszolgálatot, a mi szakaszunkon 5 helyen figyeljük a PET-palackok érkezését. A jelenlegi számításaink szerint 10 és 30 darab érkezik percenként. Ez a zárhullám további szakaszában is várható lesz. A felső Tiszán a sok éves februári átlag 129%-a 81,9 mm hullott le 9 nap alatt. A Szamoskraszna vízgyűjtő területére 36,5 mm, a sok éves februári átlag 107%-a, míg a Bodrog vízgyűjtőjén 49,9 mm, a sok éves februári átlag 109%-át regisztrálták. A legfrissebb meteorológiai előrejelzés szerint a következő 6 napra a felső Tiszára 25,8 mm, míg a Bodrog vízgyűjtőjére 23,9 mm csapadék várható. Ennek halmazállapota az érkező lehűlés következtében vegyes halmazállapotú lesz. Sajnos nincsen védve, úgyhogy az minden évben mondhatni elárasztja azt a részt. A kis házak általában cölöpökre épültek, tehát nagy kárt nem tesz bennük, aztán ahogy elvonul a víz, akkor lehet rendbe tenni még egyszer az egész kertet, meg a ház környékét. Hát itt a stégeknél körülbelül, mint ahogy látszódik is arra följebb, ott van egy nagy ilyen úszósziget, ami fönn akadta a stégeken. Hát aztán a tulajdonosok vagy megpróbálják ellökni, valahogy elhúzni, vagy pedig egyszerűen majd csak megoldja a természet maga, hogy húzódik vissza a víz, hát ha megy tovább. De sok szemét jön. Kétségtelen. Az elmúlt napok csapadékos időjárása következtében újabb árhullámok indultak el a Tiszán és mellékfolyóin. A hazai felső szakaszokon az előző árhullám apadó ága újból áradásnak indult.